Szeretettel köszöntünk Török Szent Miklóson. Egy viszonylag új művelődési központ színház termében vagyunk. Sokan dicsérték már ezt a helyet, mert hogy könnyű a színészeknek itt készülni. Te hogy látod ezt? Hát hallottam hírét a helynek. Én most a Rózsavölgyi Szalonban próbálok. És ott vagyunk minden délelőtt, és mikor kérdezték, hogy hova megyek, akkor mondtam, hogy ide, Török Szent Miklósra, és mondták, hogy ha oda, ahol ők is voltak már, tehát ide, akkor az egy nagyon jó hely, úgyhogy ennek örültem. De valóban, nagyon szépen fel lett újítva, és itt valahogy, tehát a felújításokkal mindig vigyázni kell, nagyon sok felújítással találkoztunk, ami aztán végül is színházilag, hát nem mondom, hogy teljesen alkalmatlan, de hideg, száraz, és egy kongó valami konferenciateremszerűség készült. Szerencsére itt nem erről van szó, itt egyszerűen emberléptékű a történet, az akusztika is jó, felszereltsége is, és nagyon-nagyon kultúrát, és magas szintű, jó érzi itt az ember magát, nem beszélve arról, hogy mindenki mosolyog, és családias a fogadtatás. És bízunk benne, hogy a közönség sora is mind meg fognak telni. Mivel várjátok őket ma este? Axel Hestelnius című, Elling című darabbal, Axel Hestelnius az író, ez egy norvég darab, és hát régóta játsszuk az Arany 10 ház segítségével mutattuk be, illetve a produkció az Arany 10 házé. Egy 4 vagy 5 évvel ezelőtt mutattuk be, és azóta számtalan helyen voltunk vele, és nagy örömünkre eljutott a Vidor Fesztiválra is, ahol kedvek Ricsi meg jó magam Pantaleon díjat kaptunk rá, ez a páros főszereplő díj, és ezt bezsebeltük. Nem is ezért mentünk, és hát szinte majdnem versenyen kívül játszottunk a játék öröméért. De hát Makkarcsék úgy gondolták, hogy hozzuk el ezt a díjat. Úgyhogy ezt az előadást hoztuk ide, imádjuk játszani, röviden annyi a története, és hát Norvégiában valóban van egy ilyen program, hogy intézeti ápoltaknak önkormányzati lakásokat juttatnak, egy ápoló segítségével kint elkezdhetik a úgymond külvilágban az életüket, hogy vissza integrálódjanak a külvilágba, az emberek közé visszacsöppenjenek, vissza tudjanak illeszkedni. Általában párosan foglalják el ezeket a lakásokat, és akkor valóban egy ápoló állandóan és rendszeresen rájuk néz. Hát így kerül egy ilyen helyzetbe Elling és Kiel, és kiderül aztán, hogy mi lesz ennek az egész kalandnak a vége. Szóban talán összefoglalva, anélkül, hogy bármit is elárulnék, bármi nagy titkot, nem ők alkalmazkodnak a világhoz, hanem a világ alkalmazkodik hozzájuk. És ez gyönyörű a darab, mert ugye megfogalmaz azt a nagy kérdést, hogy most valóban tényleg ki van bezárva, a majom vagy én. Tehát, hogy is állunk ezzel a nézőpontbeli kérdéssel. Egyébként pont a téma miatt ez egy nehéz darab, vagy nehéz a te szereped benne? Hát nem tudom. Most már annyira, ez azért nehéz kérdés most így 4 év után, mert már játszottuk annyit, hogy nem tartom nehéznek, ugyanakkor pedig abban nehéz, Ricsinek is, nekem is, hogy folyamatosan színpadon vagyunk, és ugye partnerünk még Szép Laki Géza, aki hát igen nagy gyökerek rendelkezik a várost illetően, és Cseh Zsuzsanna. Olyan régóta játsszuk, hogy ez a nehézség, ez már úgy eltűnik, de közben pedig valóban nehéz, inkább utána érzi az ember, hogy mennyire nehéz, mert hát igencsak ki vagyunk fáradva az előadás végén, de észre se vesszük, hogy ennyi időt töltünk folyamatosan bent, és állandóan a Ricsivel a színpadon. Az se nehézség már igazán, hogy most hogy játszik az ember egy sérültet, mert nem sérültet kell játszani, egy teljesen normális ember kell játszani, akinek egyéni és sajátos gondolatai vannak. Bizonyos szempontból a normális emberi normák szerinti meghatározott mérce szerint ez már sérült, de mondjuk ez is attól függ, hogy honnan nézzük. Ilyen értelemben mindannyian egy kicsit lehetünk sérültek éppenséggel, akinek vannak hóboltjai, vagy egészen önálló és egyéni látásmódja. Tehát mi nem fél hülyéket játszunk, meg ilyen közveszélyes elmebetegeket, hanem normális embereket szívvel, lélekkel, és ezt nagy öröm játszani. Tehát ez már annyira beállt ez az előadás, hogy most már tényleg igazán szabadon játszunk, és nagy örömmel. És hát a közönség reakciójából is azt vettük észre, hogy ők is örömmel fogadják ezt a közös játékot, mert ehhez a közönség is kell. Mik azok a darabok, amikkel most még foglalkozol?
Ez most nagyon izgalmas feladatra készülök. A Rózsavölgyi Szalomban, amit már említettem, próbálunk egy darabot Valló Péter rendezésében. Freynak a Kopenhága című darabját próbáljuk, Kuthölgyi Erzsébettel és Gyabronka Jóskával. Itt egy félelmetes figurát játszom, egy létező, szinte történelmi, de tudományos figurát, Heisenberget játszom. Ugye ő egy német atomfizikus volt, és hát nagyon ellentmondásos a személye, meg az egész munkássága és a tevékenysége, és egy kopenhágai nagy találkozásról szól maga a darab, ami megint csak létező történet. Borral, a dán fizikus barátjával, aki aztán Amerikába került, ott elkészítették az atom bombát, a németeknek nem sikerült szerencsére, és hát azt bontogatja a darab, hogy hát eleve van-e a tudománynak a politika kezébe ilyen eszközt, van-e joga adni, mint egy kvantumelmélet, vagy a részecskegyorsító, vagy atomfizika, és egyáltalán az atombomba. És akkor mi történik, ki felelős és hol a felelősség határa, ezt hogy lehet túlélni, hogy lehet utána ezzel a teherrel élni, és egyáltalán Heisenberg szerepe ebben az egészben a németek oldalán az mennyire volt ellentmondás, és mennyire valami hátráltatta a programot, vagy nem. Haladnó izgalmas darab, most erre készülök, most ez foglal le, kivéve mikor Ellinget játszom, a leginkább, de játszom elég sok darabba, hála jó Istennek. Tehát én most jöttem ki egy igazgatásból, a Magyar Színház igazgatója voltam 5 éven keresztül, január 1-től már nem vagyok az, úgyhogy most egy ilyen nagyon furcsa felszabadult érzés van bennem, olyan, mint vagyok, mint egy héliummal megtöltött nagy lufi, amit úgy most úgy elengedtek a levegőbe, és most visszacsöppentem. Eddig is játszottam, de most teljes energiámmal visszacsöppenek a színpadra, illetve hát a nézőtérre, hogyha rendezői munkám van. Hogy látod, és ez a talán az utolsó kérdés is lehet, hogy a földgyorsult világunkban, amikor a médiának, a televíziónak, a filmeknek nagy szerepe van, a színház mennyire tud idézőjelben talpon maradni? Nem biztos, hogy jó a kérdés, de gondolom az érzését, hogy az irányát érzed annak, amit szeretnék megtudni. Szerintem teljes egészében talpon tud maradni. A színház nagyon régóta, már az ősemberek óta van, és nem csak a görögök óta, hanem még sokkal előtte kezdődött. Az, hogy valakik összefoglalnak életünkről, életünkben bizonyos eseményeket, és azt átadják, ezt mindig is nézték, már az ősemberek is a tábortűz körül. Ez már színház. Ezt csináljuk mi is. Ez soha nem fog eltűnni, és kiveszni. Az sem egyébként, hogy elég egy doboz néznünk bármilyen technikai vívmányokkal. Az élő, hogy mondjam, ember, a közösen vett lélegzet, a közös tér helyett. Hiába van meg az otthoni kényelmünk, itt együtt ülnek az emberek, és együtt részesülnek valami élményben, ami elszáll. Tehát ami csak ma nekik szól, csak abban a másodpercben, és ezt ők vihetik magukkal, mi pedig nekik adhattuk át. Ezek olyan, hogy mondjam, erők, és olyan, mondom, fegyvertények, amikről szerintem, ha embernek nevezzük magunkat, gondolkodó és érző embereknek, akkor sosem fogunk lemondani. Mindig változnak ezek a formák. Hol ez hangsúlyosabb, hol az, hol amaz. Ezek aztán elmúlnak, akkor kicsit kezdjük megint előről, akkor megint egy kicsit elszakadunk a gyökerektől, de lényegében szerintem színház mindig is lesz, és mindig is volt, és maradni is fog. Egyébként közép-európai viszonylatban nagyon jól állunk, azt mondhatom, tehát a közép-európai ember és a keleti ember olyan érzékeny és nyitott a színházra, hogy az elképesztő, ezt most már nagyon keményen irigyli Európa. Nagyon keményen irigyli. Ott sajnos nagyon sok olyan dolog történt, ami tehát a színház működési részeiben és működési formáiban és egzisztenciális és egyéb körülményeket gondolok ez alatt, amiben nincs ekkora színházi kultúra jelen. Nagy sajnálatra. Erre azért nagyon kéne vigyázni, de a közönséggel együtt fogunk is tudni vigyázni erre. Legyen ez a végszó, és érezd magad jól Török Szent Miklóson. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy itt vagyok. Miért nem nyitogatott, rengeteget csengettem? És miért nem veszitek fel a telefon? Elromott, teljesen tökre nagy. Mi próbáltuk, de nem. Teljesen kaput! Szedjétek össze magatokat, fiúk. Egyenes Dunában állapodtunk meg, nem? Különben nem lesz ebből az egész dologból sem. Néha ide kell csörögnöm, hogy megkérdezem, hogy minden rendben van-e. És ha csörög a telefon, akkor fel kell emelni a kanyit.
Na jó. Tartunk még egy telefonkurzust. Nekem mennem kell, rendet kell rakni a szerszámos ládámban. Akkor vele kell. Ne. Az anyám szokta. Az anyám. Igen, ő szokott gondoskodni a telefoncsörgésről. Először. Az anyád hallott. Másodszor. Itt. Te vagy itthon. Úgyhogy neked kell felemelni a kajdát. És azt mondani. Hello. Okon egyszer. Jó? Kezdjük az elején. Cseng a telefon. Cseng felvesz. Jó, tegyünk úgy, mintha csönd. Csöng. Köszönöm, Pierre. Csöng. Felemeljük a telefont, azt mondjuk. Halló. Halló. Ah, Elling, szia! Én vagyok az Frank. Dolgotok.
Mozduljatok ki végre, találkozzatok emberekkel, vegyétek fel a telefont, a csörök, legyetek részesei a mindennapoknak, az élet erről szól! Mi értelme a lakásnak, hogyha állandóan elmászkálunk belőle? Ha nem mozdultok ki végre, ha nem találkoztok emberekkel, nézitek meg, hogy mit csinálnak, ha nem lesztek részesei a mindennapoknak, hamarosan nem lesz lakásotok! Na jó, nekem nem. Még másik 10 hasonló van rá. Jó? De emlékezzetek arra, amit mondtam. Halló? Halló? És takarítsátok fel ezt a disztóhulat! Egy viszonylag új épületben vagyunk, ahol a színházterem is most épült, és még nagyon sokan dicsérték. Te hogy látod ezt a helyet? Jó itt készülni? Jó itt játszani? Kifejezetten. Én szerintem nagyon-nagyon impozáns lett. Nem tudom előtte milyen volt, én most járok először Törökszent Miklóson, de kifejezetten nagyon szép, nagyon modernek az öltözők, tehát tök rendben van, nagyon, tényleg nagyon nagy gratulál, aki csinálta. Itt az előző interjúban megbeszéltem a színésztársaddal, hogy miről szól a darab. Most inkább arról kérdeznélek, hogy úgy jönni Törökszent Miklósra játszani, hogy Széplaki Gézával játszott, aki egyébként itt nőtt föl velünk együtt. Ez most mennyiben más, mint amikor máshol mentek? A Gézával én nagyon-nagyon, hát szerintem most már 10 éve kollégák vagyunk, megismerjük egymást. Játszottunk több színházban már együtt, úgyhogy nagyon-nagyon jóba vagyok vele. De nem hiszem, hogy lenne bármilyen különbség maga az előadásban, vagy az előadása kapcsolatban, amiatt, hogy az ő szülővárosában játszunk. Mi akkor a darabról mondjál nekem egy pár gondolatot? Mi az, ami neked ebben a darabban a legfontosabb? Nagyon szeretjük játszani, nagyon jó, egy igazi színházi társasjáték, nagyon viszonylag ritkábban vannak most már olyan előadások, amik ennyire koncentráltak, meg egymásra figyelősek, mint amennyire ez az Elling az. Ez egy nehéz darab? Igen, kifejezetten fárasztó és nehéz. És emellett mi az, amivel még játszol, mi az, amivel foglalkozol mostanság? Rendezni fogok most februárban. Reméljük, hogy azzal is el tudunk majd látogatni ide Törökszent Miklósra, Géza abban is benne lesz. És ugyanígy Arany 10-es produkció lesz, mint az Elling. Ez egy történelmi dráma, Camus-nek a Caligula című drámája. Úgyhogy erre készülök most gőzerővel. Föltettem az előbbi beszélgetésben is a kérdést, hogy a mai fölgyorsult világban, a médiában, a televízióban, a filmvilágban a színháznak mennyire jut tér, mennyire van szerepe, mennyire fogékonyak még az emberek erre a fajta előadásra? Válaszolok a kérdésre, csak nagyon érdekes az, hogy most, ahogy jöttünk ide autóval, később jöttem le az autópályáról, mint kellett volna, ezért egy kicsit tekerektünk itt Cegléd környékén. Én kisgyerekkorom óta nem jártam ezen a vidéken, és pont azt beszélgettük a kocsiba, hogy egyszerűen mennyivel nyugodtabb és mennyivel kiegyensúlyozottabb lehet itt az élet, a rohanástól mentesebb, vagy mennyivel élhetőbb világ lehet ez a mai napig. Ugyanezt gondolom a színházra is, hogy ez egy egészen másfajta szórakozás, ezt még nem tudta felülmúlni semmi. Nagyon jó a mozi, imádok moziba járni, nagyon jók a tévéműsorok, már a jó tévéműsorok persze, de a pillanatvarázsa, meg az, hogy ez itt a szemünk előtt történik, ezt még mindig csak a színház tudja. És a közönségtől kaptok visszajelzést? Tudtok itt? Tehát itt jobban tudtok például visszajelzést kapni, mint egy nagy színházban? Más, sokkal hálásabb persze egy ilyen kisebb közönségnek játszani, bár játszottunk már olyan színházban, ahol a nagy színpad volt ekkora, mint most itt a már nézőszámot tekintve, de mindig egy érdekesebb, meg egy izgalmasabb helyzet kevesebb embernek játszani. Szia! Téged hogy is hívnak? Johanne. Köszönjük, Johanne! Reggel jön át szemben! Hoztam vizet is. Hűha! Pacsor a legjobb a világon. Az anyám mi azért jó? Megyek, megmondom a szakácsnak. Biztos örülni fog. A Frank most látta minket, hogy kb. Elégedetlen.
Nyilván nem lenne teljesen elégedett, amíg nem ülünk egy hosszú asztalnál, és nem beszélgetünk egy rakás idegennel távoli kultúrák népeivel. Hülye. Fran, az biztos. Akár kedvem volna felhívni Frankot. Hello, Frank. Képzeld, hol vagyunk, Frank? A lát szemben. Elin! Hát akkor hívd fel! Azt mondtam, hogy akár. Szép Laki Géza, újra Török Szent Miklóson, abban a legtiszteltetésben a részt, hogy mi együtt nőttünk fel, hogyha nagyon régóta ismerjük egymást. Én emlékszem rá, amikor azt mondtad sok-sok évvel ezelőtt, hogy te pedig színész teszel. És most lám eljött 2015. január és Török Szent Miklóson az új műfáz színpadán, mint színész tértél haza. Akkor egy picit foglald össze ezt a karriert. Hosszú volt. 98-ban érettségiztem Szolnokon, az énekzeneibe, a Tiszapartiban, és borzasztó nagy elánnal csak a színművészetire adtam be. Hát nem sikerült. Azt hiszem az első fordulóról kiraktak. Aztán még egy évet jártam Szolnokra egy képzésre, következő évben ugyancsak a színművészeti, és bebiztosítottam magam, második helyre beírtam Kecskemét tanítóképző énekszak. Hát ugye ez evidens volt, hogy sikerült is. És akkor 99. szeptemberben kezdtem ott, majd novemberben szólt az egyik ismerősöm, mai napig hálás vagyok neki, hogy őt hívták egy musicalben, az Oliver című musicalre, egy nevesített szerepre, a művész, ez volt a szerep neve, és hogy őt nem érdekli, nem is akar elmenni, menjek már el helyette, és akkor ez volt 2000. január 3-án, tehát immáron 15 éve. És akkor bementem, február végén volt a bemutató 2000-ben, és hát addigra teljesen megfertőzöttem, tehát még jobban megfertőzöttem, már a szagom olyan volt, színház szagú voltam, és akkor én felhívtam az édesanyámat, hogy én bizony ott hagyom a főiskolát, mert én bizony most már színész vagyok, vagy leszek, vagy akarok, vagy valami, és akkor felmentem az igazgatóhoz, mondtam neki, hogy ezek a terveim, mondta, hogy lehet, hogy simán, és akkor kaptam egy színészlakást. Hát édesanyám nem beszélt velem egy hónapig, és akkor végigjártam a ranglétrát, tehát statiszta szerepek, kisebb szerepek, pármondatos szerepek, aztán egyre nagyobb, és akkor 2003-ban, mert nem csak az egyetem az útja, hogy papírt kapjál, hanem hogyha a színpadon bizonyos gyakorlatot szerzel, bizonyos szintű szerepet játszol, akkor kihívhatod a színészkamarát, ez idősebb, tapasztaltabb színészekből áll, ez a színészkamara, kijönnek, megnéznek, akkor megvan a gyakorlati jegyed, és akkor van egy éved levizsgázni elméletből, ugyanolyan tételhúzós, és akkor 2003-ban a Színész 2 diplomát szereztem meg, ez az akadémiai diplomával egyszintű, tehát a Pesti Magyar Akadémiával, a Gornagy Máriának az akadémiájával, a Tolni Marinak az akadémiájával, és akkor 2008-ban viszont megkértem már a Színész 1-et egy nagyobb szerepre, és akkor megkaptam. Úgyhogy megkaptam a papírt, hogy menthetetlen, pecséttel, mindennel együtt, úgyhogy így. És az elmúlt pályafutásból melyik a kedvenc darab, ami a legjobban közel állt hozzád? Mindegyiket szerettem, mert Kecskeméten olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat jött össze Bodolai Géza igazgatás alatt, és játszottunk mindent. Tehát, hogy tényleg ki tudtuk próbálni magunkat zenésbe, vígjátékba, lilaködbe, ott volt minden, tényleg minden. Vérpróza, tehát Shakespeare-i pontos, amikor nem lehet improvizálni, mert a textust azt úgy kell átadni, ahogy van, mert a jambus az nem biccelhet. És akkor igazából mondom, nem tudnám megmondani. Mindegyiknek van előnye, hátránya. Tehát én szeretek például, én nagyon szeretem a prózát, annak ellenére, hogy énekesnek indultam. Hát vannak sokkal jobb énekesek, mint én. Biztos, sokkal jobb színészek is vannak, mint én, prózai színészek is. De az valahogy úgy jól belemenni a dolgokba, az meghalni a szerepbe, az nekem szimpatikusabb. Teljesen más iskola, mint például egy operett, mert annak is megvannak a formái, hogy ezt hogy kell csinálni jól. És vannak irgalmatlan nagy guruk minden színházban, a volt Bon Vivant, a volt táncos komikus, akik megtanítanak a szakmára ott a színpadon. Mondják, hogy ne idej, ne úgy mond. Van álom szerep?
Van, de ezt nem lehet elmondani, mert állítólag akkor nem teljesül. Oké, akkor ezt nem kérdezem, viszont azt mondtad az előbb, hogy anyukád egy hónapig nem állt veled szóba, de azóta már büszke lettem rád, tehát hogy élik meg ezt a dolgot? Hát most ezzel nem fogom őket kiadni. Édesanyám az többször kell, hogy megnézze a darabot, mert először tök mindegy, hogy mit csinálok a színpadon, ő neki tetszik. Tehát az ő kisfia fent van a színpadon, imádom, és utána megkérdezi, hogy miről szólt a darab, tehát még egyszer meg kell nézni, hogy értse is. Tehát ne csak azt nézze, hogy én ott vagyok. Édesapám, ő már egyel nehezebb esett, mert elkövettem azt a hibát, vagy 10 évvel ezelőtt, hogy megkérdeztem, hogy és mi a véleményed, és azóta elmondja. és talán az egyetlen dolog, sőt, biztos az egyetlen dolog, amihez én jobban értek. Már így 35 évesen, mint ő. Attól függetlenül meghallgatom, mert mond tök jó dolgokat is. Csak hát ez neki nem szakmája, nem hivatása. És akkor csak a színpad, vagy egyébként mondjuk filmes irányba is gondolkodol? Most már így, hogy benne vagy a szakmában? Igen. 4 éve fent vagyok már Budapesten. Fent vagyok már, szóval felköltöztem a főfaluba, és hát ott igazgatóváltás volt Kecskeméten, és ott próbálgattam a szárnyémet, és egy nagyon kedves barátom, Isten nyugtassa, Pintér Tamás oroszlán kaszkadőr, mogul, bejuttatott egy-két filmbe, mert én akkor, amikor a színházat kezdtem, elkezdtem egy bizonyos harcművészetet, tehát valamiféle mozgáskultúrám van, el tudok esni, úgyhogy nem töröm össze magam, és berakott egy-két filmbe, mint kaszkadőr. És utána a Gulyás Kis Zoltánnak a kaszkadőr iskolájába jártam, tehát azt is elkezdtem. És most például holnap után nem mondjuk az egyik sorozatban, mint színész kaszkadőr veszek részt. Jól meg fognak verni megint. Úgyhogy ezt a vonalat is. Budapesten, amikor felköltöztem, akkor volt egy websorozat kiírás, verseny. Ott rendeztem egy kis websorozatot, és díjat is nyert. Már nagyon büszke vagyok. Utolsó kérdés, akkor beszéljünk egy picit erről a darabról, amivel most hazajöttél Török Szent Miklósra. Ez egy nehéz darab, egy könnyű darab. A közönségnek nehéz-e, neked nehéz-e? Mit lehet tudni róla? Igazából nagyon könnyű volt együtt dolgozni. Áronnal és Ricsivel és Csezsúval, mert Zsuzsanna. Mert mi Kecskemétről ismerjük egymást, tehát mi kollégák voltunk, megszoktuk egymást, már nem kellett. Amikor összekerül egy új társulat, akkor egy bizonyos időnek el kell telni, hogy tényleges munkát el lehessen kezdeni. Az embereknek meg kell szoknia egymást, az alűröket meg kell szokni, kinek mi a hülyesége, úgymond, vagy a sajátossága, vagy a stílusa, már az emberi stílusa, és nálunk ilyen nem volt, tehát első, mi ismertük egymást. Az Arany 10 mutatta be, az Arany 10 Kultúrház mutatta be ezt a darabot, ott Balog Erika, az ügyvezető igazgatónő, ő is kecskeméti színésznő volt, tehát őt onnan ismerjük, ő nagyon jó barátunk, és ő úgy hívta direkt össze a csapatot, hogy ex-kemétiek. Tehát, hogy ezek a problémák már nem merültek fel, nagyon könnyű volt együtt dolgozni. Eltelt már annyi előadás, hogy most már merünk is játszani sokkal könnyebben, mert a szövegbiztonságunk megvan, mozgásbiztonság megvan, már különösen meglepetés nem érhet az a bizonyos fajta függöny, amikor lemegy és nincs szöveg, és azt se tudod, hogy melyik bolygón vagy, olyan már nem nagyon fordulhat elő, és ezért új színeket is tud már kapni egy-egy jelenet, amikor látod az egy nagyon veszélyes dolog, amikor a kollega szemébe látod már azt a kis csintalanságot, amikor megállsz vele szembe, és már látod, hogy rosszra készül, nem azt fogja mondani. És akkor mond egy kicsit mást, viszont most már tudsz rálépni, már ezzel nem akaszt meg. Nagyon szeretem a darabot, nagyon hálás szerepem is van egyébként benne. Az én szerepem, a Frank szerepe is egy ívet jár be, tehát hogy egy egész élet van benne. Nem minden jelenetben ugyanazt a karaktert kell hoznom, hanem egy bizonyos jelenfejlődésen megy ő is keresztül. Ez jó. Szeretem Frankot, nagyon szeretjük játszani ezt a darabot, mert lubickol benne mindenki.
tényleg. Géza, köszönjük, hogy hazajöttél Törökszent Miklósra. Várhatunk a közeljövőben, akár ezzel, akár egy másik darabban, hogy visszatérsz ide hozzánk. Most itt az igazgatóságnak üzenem, hogy remélem. Próbálunk darabot, ugyanott az Aranytízben. Ricsi fogja rendezni a Kaligulát, amiben nekem egy nagyon jó kis szerepem van. És hát remélem ez egy This is the beginning of the beautiful friendship, és hogy még jöhetünk ide. A jövőben szerintem egy ilyen együttműködésre simán erről lehet szó, tehát eljön innen az igazgatóság, megnéz minket, tetszik a darab, meghívnak minket, ígérjük, hogy mindent beleadunk abba is, mert máshogy ezt nem lehet. Neked egyébként más itthon játszani, vagy mennyivel másabb? Sokkal. Játszanék akár egymillió arctalan nézőnek is, de tényleg, minthogy itt ül, nem is tudom, talán 200 férőhelyes, Moszkva 200 férőhelyes, és tulajdonképpen szinte szerintem mindenkit fogok ismerni. Ez egy rettenetes dolog. Már az is borzalmas dolog, amikor tudom, hogy valami ismerős ül kint a színpadon. Lehet, hogy nem látom, csak tudom, hogy ott van. Az már megsokszorozza az izgulás fokot. Még nem, mert még egy óra múlva kezdünk, de egy fél óra múlva már nem hiszem, hogy tudsz velem beszélgetni értelmesen, mert akkor már rágom a falat. Egyébként meg tehát amit mondtál, én tényleg hazajöttem, mert én a mai napig ide vagyok bejelentve, tehát olyan, mintha idegenben dolgozok, és csak ritkán járok haza. Tehát nekem ez az otthonom, ez a haza, ezek az emberek, a családom. Köszönjük szépen, engedünk, pihenj egy kicsit, lazíts egy kicsit, és akkor jó eladást kívánunk neked ma estére. Köszönöm szépen, viszlát. Találtam egy nőt! A lépcsőn! Gyere, segíts! Tetek? Még nem, de majd az lesz! Hajdott, megtalálja valaki más! Jaj, nem segítesz? Na, jól van! Kérdele, mit csinál? Nyugalom, ilyet már sokszor csináltam! Jól van! Egyszerre csak egy dolgot csinálunk! Elég, nézd meg a táskát, hát ha benne van a neve meg a címe! Megőrülk, elnéved, hogyha bűnöző! Vidd le a polba, megtalálja valaki már! Csak nyisd ki a táskát! Hajni fogsz? A lépcsőn találtalak. Attól féltem, hogy belefulladsz a saját. Bejöttünk, Nurzletten! Itt akik a házban. Született 1970. december 24-én. Akkor született, mint Jézus. Most mindegy, hoztam ödröt! Várjál még! Várjál! Várj egy picikét még! Jó, most mehet! Áldott állapotban van,
Szerintem vigyük haza, aztán fáradt múlva felhívjuk, hogy jobban van-e már. Nem, itt marad, amíg magához nem tér. Nem ürültél? Úgy nézel ki, mint akit nem előszökért a rendőrség köröz. Ha feléred, elmegy a vize tőle. Én saját magamon kívül még soha senkit nem ijesztettem meg. Jelentenem kell Franknak? Persze, mondd meg Franknak, meg a pápának, a királynak, az sem érdekel. Húha, Heisberg! Török Szent Miklóson vagyunk egy 40 perccel az előadás előtt, amiben van egy Török Szent Miklósi születésű szereplő is, de akkor most Csezsudát arról kérdezném, hogy ezzel a társasággal ebben a darabban együtt dolgozni milyen érzés? Hát fantasztikus érzés. Némelyikükkel baráti viszonyban is vagyok, és éppen ezért ez még izgalmasabbá teszi, amikor ilyen nagy egymásra találások vannak, hogy több évig az ember ismeri, de még nem találkozott színpadon össze, és most itt hirtelen. Vagy esetleg olyan, például Richarddal nagyon régen dolgoztunk együtt, és ez 15 év után fantasztikus volt újra egy színpadon állni. Ez a darab, ez mennyire nehéz? Akár neked, akár a közönségnek, akár a többieknek, hogy érzed? Hát én először, nekem mindig a közönség, ami a legfontosabb. Szerintem a közönség szempontjából az eleje biztos nehezebb, mert hogyha az ember a Rómeó és Júliát nézi, akkor pontosan tudja, hogy hogyan kell reagálni bizonyos szituációkban, és akkor egy szomorú jelenet után most egy vidámabb jelenetet nézünk, most akkor sírunk és nevetünk. Ez meg pont egy olyan darab, hogy az elején az emberek lehet, hogy nem tudják hirtelen, hogy most szabad nevetni, hogy itt most akkor két fogyatékos ember, akkor ez most arról szól, hogy vidám, vagy arról szól, hogy sírni kell. Ezért az ő szempontjuk az elején nehéz, aztán utána, amikor feloldódik, már ők nagyon-nagyon szuperül érzik magukat. A saját szempontom az pedig izgalmas, azt hiszem most már nem tudom hányadik előadást játszok, én az összeset végignézem föntről, imádom, kívülről tudom, már súgni is tudnám az előadást szerintem. Nyilván nehézkesebb úgy, hogy az ember a második felvonásban jön meg aktívan, de valahogy úgy érzem, hogy az elején is, miután föntről a karzatról nézem, meg hanggal benne vagyok aktívan, ezért azért nem esek ki teljes egészében. De ez nyilván nehezebb, mint hogyha az elejétől építene fel egy szerepívet az ember. Más darabok, amikben most dolgozol, azok, ha más stílusúak, akkor megnehezítik például ennek a szerepnek az eljátszását? Én per pillanat nem vagyok aktív színésznő. Én a pályát módosítottam, ha lehet ezt mondani, 4 évvel ezelőtt. Úgyhogy abszolút szerelemből vagyok itt, és pont azért, mert hogy úgy éreztem, hogy ezért szívesen visszaállok a színpadra. Én Szegeden voltam 9 évet, ahol fantasztikus szerepeket játszottam, de ezelőtt 5 évvel módosítottam pályát. Bár mindig úgy hozza az élet, hogy tavaly például visszamentem Szegedre, visszahívtak egy főszerepre, azt is elvállaltam, eljátszottam, most ezt is eljátszom. Visszahívtak idén is Szegedre, de már azt nem tudtam elvállalni, mert belsőépítészként dolgozom. Végeztem az egyetemen, és most igazából annak élek. Az az új szerelem az életemben. Ez a díszletekre is vonatkozhat? Díszletekre is, jelmezekre is nyilvánvalóan, de elsősorban nyilván én ipari helységeket, meg lakásokat csinálok, meg nyilván ezzel kapcsolatos dolgokat, de hát a díszlettervezés sem áll messze. A következő Arany 10-es produkciónak például én leszek a díszleti jelmeztervezője. Mit üzenünk azoknak a közönség, annak a közönségnek, akik most ide jönnek, hogy készüljenek erre a darabra? Nyitott szívvel. Szerintem ez a legfontosabb. Empátiával, az megint csak nagyon fontos, hogy az ember ne ijedjen meg azoktól az emberektől, akik kicsit másképpen reagálnak dolgokra, vagy másmilyenek, hogy nem elbújni kell előle, vagy elfordulni esetleg, hanem hogy nyitott szívvel oda kell fordulni, és akkor minden tökéletesen működik, és élvezhető lesz az előadás is. Hagyunk készülni a darabra, és köszönjük az interjút. Yeah.
tehetséges színésznő az egész film nem érne semmit. Aha! Elling, légy szíves! Sss! Mi az, mi a baj? Pipírekkel. Nincs túl, hogy gyakorlatom a nyilvános vécék használatát illetően. Látom, jobb, ha inkább mégis mész. Frank, ez a legjobb film, amit valaha láttam! Aha! Mi történt, amíg nem volt, amíg? A nagymelő próbál megkapaszkodni a motorháztetőbe, de annyira nyomja az a pacánkutást, hogy egyszerűen esik! Nem! Micsoda időket élünk! Ha jól értettem, ebben az országban bizonyos személyek kredittel, felelősséggel vannak felruházva. Ez is ékes példája annak, hogy a állam micsoda hiátusokkal képes felvállalni a társadalom fejlődését megcélzó filmipar. Egyáltalán az egész... Elég, ez csak egy akció vígjáték volt! Nem fogtad, hogy mi a vicc benne, mi? Én felfogtam, hogy nem vicces, te pedig nem fogtál fel semmit. Azt értem, ami nekem megfelel. Én nagyvárosi embernek tartom magam, nagyvárosinak. De a normák lemondásához megtagadom a tapsot. Az se baj, ha a kultúra vitára ösztönöz. Neked semmi nem jó, neked minden hülyeség. Ha ilyen állapotban majd nem látom értelmét a vitának. Nagyon finom ez a pizza. Nagyon finom. A tonhalas jobb. A sonkás pepperonis pizza a legjobb a világon! Annál nincs is jobb? Persze. Mindig ez van. Ketten. Egy ellen. Persze.